A burkolatot bontja ez a munkagép a lezárt szakaszon. Egy közel 50 éves ivóvízvezetéket cserélnek ki a vízmű munkatársai. A munkát még az iskola kezdés előtt el akarták végezni. Ma az aszfaltnak a bontása, a burkolatnak a bontása, eltávolítása, födém leemelése történik. Holnap lesz magának a szerelvényeknek a cseréje, ez vízhiánnyal fog járni, ezért előre is kérjük a megértését, türelmét a fogyasztóinknak. A Sertekapu és a Neumayer utcák között volt vízhiány kedden, erre már a munkák végéig nem kell számítani. Több ponton is közlekedési táblák hívják fel a figyelmet a forgalmi változásra. A legfontosabb, hogy a Vörösmarty utca két sávra szűkült, a Rózsa-Károly utcába pedig csak a bevásárlóközpont felől lehet behajtani. A buszokat is elterelték, így növekedhet a 10-es, a 13-as, a 17-es számú helyjáratú autóbuszok menetideje. A Szarvaskő, Felsőtárkány és Egerbakta felől érkező helyközi járatok pedig kerülővel a Széchenyi utcán keresztül érik el az autóbuszállomást.